Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban 7 trónok harca idézetet szeretnék neked bemutatni, amelyekből angolul tanulhatsz. Ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és ha szeretnéd letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningemre. És akkor vágjunk is bele a mai trémánkba, vagyis a trónok harca idézetekbe. Most tudnod kell rólam, hogy én egy fanatikus trónok harca rajongó vagyok, de a sorozatot nem javaslom arra, hogy angolul tanulj belőle. Nagyon sok benne az eltérő akcentus, a nehezen érthető beszéd, és ugye állandóan egy középkori nyelvezet, egy középkori szókészlet hallható a sorozatban, tehát nem tartom ideálisnak arra, hogy ebből tanulj angolul. Viszont az évadok során elhangzik számos már-már klasszikussá vált idézet a sorozat főszereplői számából, amelyek nagyon érdekesek lehetnek, és amelyeket, ha ismersz és értesz, akkor azt átfordíthatod a tanulás és az élet egyéb területeire is, és hasznosíthatod őket. Úgyhogy nézzük sorban ezeket az idézeteket, természetesen mindegyiket megtalálod, ha lejjebb görgetsz a videó leírásába. Nos, az első idézet, a már-már klasszikussá vált Winter is coming, azaz a tél közeleg. Ugye ez a nagyon rövid mondat Ned Stark és a Stark család tagjai szájából hangzik el, azt is mondhatnám, hogy szinte minden egyes részben. Ez a mondat egy problémára, egy közelgő veszélyre emlékezteti a főszereplőket, és ha felcseréled a mondatban, ebben a nagyon rövid mondatban a winter szót bármilyen más szóval, például exam vagy presentation, azaz presentation is coming, akkor ezzel a rövid mondattal tulajdonképpen folyamatosan emlékeztetheted magadat, barátaidat és kollégáidat egy előtted álló feladatra, vagy egy előttetek álló fontosabb kihívásra. Második mondat. The mind needs books like the sword needs a whetstone. Vagyis az elmének úgy kell a könyv, mint a kardnak a köszörű. Ez a mondat Tyrion Lannister szájából hangzik el, még valamikor az első évadban. Nos, ez az egyik kedvenc mondatom, nagyon igaz a tanulás területére, tehát ugyanúgy, ahogy a kardot is köszörülni kell, hogy éles maradjon, ugyanúgy neked is szükséged van könyvekre, szakfolyóiratokra arra, hogy a tudásodat folyamatosan szinten tartsd. Én például ezt az mondatot az angol óráimon rendszeresen elsütöm, amikor a diákok a sok-sok házi feladat miatt panaszkodnak. Harmadik számú idézet. I don't know how to say thank you in Dothraki. Ugye, ez Dany Targaryen szájából hangzik el, szintén az első évadban. Ezt az idézetet én elsősorban azoknak ajánlom, akik külföldre készülnek tanulni vagy dolgozni. Én tudom, hogy mindenki beszél angolul, az egész világon, minden egyes ember, de én azt javaslom neked, hogy mégis tegyél erőfeszítéseket arra, hogy kicsit elmélyítsd a tudásod az adott ország nyelvében és kultúrájában. Ha mást nem is, azt az egyetlen egy szót tanuld meg az adott ország nyelvén, hogy köszönöm, ez nagyon-nagyon fontos. Egy új nyelv elsajátítása, akár csak felületes módon is, mindenképpen szélesíteni fogja a látókörödet, és segíteni fog téged abban, hogy minél jobban megértsd a helyi embereket, és a helyi szokásokat, és a helyi kultúrát. Negyedik számú idézet. Sometimes a man has to make hard choices. Choices that might look wrong to others. Ezt a mondatot Sam Tarly mondja még az 5. évadban, tulajdon körülbelül így szól magyarul. Néha egy férfinak döntéseket kell hoznia. Döntéseket, amelyek mások számára rossznak tűnhetnek. Nos, ez a mondat inkább egy olyan általános igazság Sam szájából, és természetesen nem csak férfiakra,
hanem nőkre is ugyanúgy igaz, és nem csak a tanulás területéről, hanem az élet bármely más területére is ráhúzható. Nehéz lehet, döntés lehet például az, hogy amíg mások buliznak, vagy szórakoznak, vagy kocsmáznak, te éppen számvitelt, vagy angol nyelvet tanulsz, akár ebből a videóból, akár egy másikból. De szerintem, hogyha biztos vagy magadban és a céljaidban, akkor nem szabad hagynod azt, hogy mások próbáljanak befolyásolni téged. Sam is tulajdonképpen erre utal, amikor ezt a mondatot mondja. 5. idézet. It is not easy being drunk all the time. Everyone would do it if it were easy. Ugye Tyrion Lannister szájából hangzik el ez a klasszikus idézet. Nem könnyű állandóan részegnek lenni. Ha könnyű lenne, mindenki ezt csinálná. Nos, ez egy olyan lecke, amit nagyon-nagyon sok diák megtanul a gólyatáborban például, de valamilyen okból kifolyólag ezt folyamatosan újra és újra átismételik a diák évek alatt. Azonban van az idézetnek egy nagyon komoly tanulság, amire szeretnélek emlékeztetni téged. Tyrion Lannister akkor érte el a legnagyobb sikereit a sorozatban, amikor józan volt. Úgyhogy ennyit erről az idézetről. Menjünk tovább a 6. Ez szintén egy nagyon rövid mondat lesz. I read it in a book. I read it in a book. Szintén Sam Tarly szájából hangzik el. Tulajdonképpen nem is egy, hanem számos évadban. Ha követed a sorozatot, akkor szerintem te is tudod, hogy Samwell Tarly egy igazi hőssé válik az évadok során, bár kezdetben semmi sem utal arra, hogy milyen komoly dolgokat fog véghez vinni. Ugyebár a záró évad még előttünk áll, de én lefogadom, hogy nagyon komoly szerepe lesz Samnek a mások elleni küzdelemben. És ez a mondat arra utal, hogy ő a sikereit nagy részben annak köszönheti, hogy egy ilyen kimeríthetetlen tudás szomj hajtja előre, hogy folyamatosan és állandóan új és új dolgokat tanuljon, és ugye azt látjuk a sorozatban, hogy folyamatosan és állandóan fel is használja azt a tudást, amit a könyvekből megszerzett. És akkor nézzük a legutolsó, vagyis a 7. számú idézetet. You know nothing, Jon Snow. Ugye ezt Ygritte mondja szintén több évad során, semmit se tudsz, havas Jon. Nos, bár Jon ugye, ahogy Ygritte is mondta, semmit se tudott, azért elég sokra vitte. Ez az idézet szerintem arra utal, az a fő üzenete, hogy mindig légy alázatos, és soha ne feledd el az életed során, hogy nagyon-nagyon sokat kell még tanulnod, akár angol nyelvet, akár mást, és nagyon sokat kell még elsajátítanod ahhoz, hogy sikeres legyél az életed során. Nos, köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy érdekesnek és hasznosnak találtad. Kérlek, oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!